Rárakja automatán a dátumot. Rárakja a dátumot. Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévő Szalagavató ünnepségünkön. Az est folyamán először a 12. osztályosok műsorait tekinthetik meg, majd a rövid szünet után az ünnepélyes szalagtűzése kerül a sor. Elsőként a 12. B osztályosok spanyol táncot mutatnak be. Fogadják őket szeretettel! Thank you.
Most a 12. C-osztályosok műsorra következik, akik Charleston táncolnak. Thank you.
Köszönjük szépen a tapsot, és hát meg kell valami, sokat kell gyakorolnunk, mire betanultuk a táncot, de, és hát erre szükségünk volt egy kis fegyelmezésre, noszogatásra, de szeretetre is, és mindig volt egy ember, aki ezt elvégezte, tehát a háttérbe támogatta az osztályt, és ez az ember Nógrádné Magony Andrea osztályfőnökünk. Szeretnék egy sikerületben megköszönjük nekik. Szeretném megköszönni a nagyon jó hangulatú táncpróbákat és a csodálatos koreográfiát Schisser Tünde tánctanárnak.
És sajnos van két ember az osztályban, akik egészségügyi okok miatt nem vehettek részt az előadásban, de higgyék el, hogy az ő közreműködésük is benne volt az előadásban. Ezek az osztálytársaink, Gera Katalin és Józsa Judit, őket is egy csokor virággal szeretnénk ápolni. Kati, Judit, gyertek ki! Köszönjük szépen!
Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ilyen jó tapsolt nekünk. Másodszorban szeretnénk köszönetet mondani az osztályfőnökünknek, Dr. Tóthi Aminének, hogy lehetőségünk volt a negyedik év után még ezt eltáncolni, ezt a táncot. Ezután szeretnénk neki köszönetet mondani. Ezzel a csoport után. És végül, de nem utolsó sorban, a tánctanárunknak, Varga Attilának a tánc betanítását, de ő sajnos más elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni körülbelül. Thank you.
Kedves közönségünk, most néhány perc szünet következik, amíg a végzősök átvezetnek az alapüléshez. Kérem, azért tekintsenek meg az 1996-ból való videófilmösszeállítás az elmúlt évek iskolai rendezvényeiből. Hallgassák meg Orvos Kormin Lajos a Megtartó indulat című versét. Elmondja Mizlán Éva, 11C osztályos tanuló. Hollós Kormin Lajos, megtartó üzlet. Addig meg fiatal, amíg felháborodik, míg indulatod áttör a számító okosság soronfolyó, s ha kell, inkább veszedbe futsz, semmi igazat állam, hittékességet hozná. Mi van az, ami volt? És ezt meg nem tolhatod. Felállhatsz rá, nagyobbra sosem lesz a hordó. És ha nem félesz magadról, miként a csillagok, gondolkodom, hiába félünk. Ha megdicsérnek, s te nem vagy rá érdemes. És mit, ha nem dicsérnek, ha bár méltó vagy hozzá. Lézzel akkor is, ha nincs ki észrevesz. S hány koszorú kerül, mindent a rohadtadra. Hisz van, ki letörölje fejfádról is neved, tetemed el laposra taposva szét a dombot, majd harsány hallgatással megújra eltemet. Hogy föl ne lelje senki később utol a csontod. Nevesd. Becsült fog szorgalmát, ahogy életedben már ezer szállal szőségnek ömbez. Tennel a sorsodon nehogy felháborodj. Nem magadért kentél, hajlan sem küzdelemre. Másért, mindenkiért kiálts, s ha kell, üvölts! Mint testvéreidért tehetsz, első s utolsó szolgálatod, a szó, a jó, a szép, a bölcs.
ha félszegen dadognád, már akkor sem lesz olcsó. Légy boldog, halmarma, a felszíned alatt dúló elem, melynek hevét világra renged, az elemésző, s mégis megtartó indulat, kihűlni, s elmondani, csak halmai. Dr. Fejér Tibor igazgató főtanács úrat, köszöntse az alapülés előtt a diákon. Tisztelt hölgyeim, tisztelt uraim, valamennyi őket nagyon sok szeretettel köszöntöm. Különösen szeretettel köszöntöm 12. évfolyamos tanulóikat, osztályfőnökeiket, az itt megjelent édesanyákat, édesapákat, hozzátartozókat, nevelőtestületünk tagjai és valamennyi kedves vendégünket. Mielőtt a köszöntést tovább folytatnám, engedjék meg, hogy felolvassam azt a táviratot, amelyet most hozott az előbb a postás, és fenntartunk az Alpheosz elnöke írt önöknek. Kedves igazgató, a január 21-i szalagavatóra szóló meghívást köszönettel megkaptam. Sajnos más irányú elfoglaltságom miatt nem tudok személyesen részt venni a végzős hallgatóknak sikeres felkészülést és eredményes érettségi vizsgát és további életükhöz sok sikert kívánok. Neked és az egész szantestületnek a felkészítéshez sok sikert és jó egészséget kívánok. Baráti üdvözlettel, Bartos Pál, az Alpheosz elnöke, a Coop Hungary elnök vezérigazgatója. Hát kedves ünneplő közönség, ilyenkor meghatottan áll az ember, különösen akkor, hogyha visszanézi azt a videófelvételt, ami ebben a helyiségben készült 1996-ban, és hát arra emlékezik az ember, mint a egyszeri órás kirakatában a reklám, amikor egy rossz óra van és egy szép óra van egymás mellé téve, ilyen volt és ilyen lett. Hát ez még egy közbülső stádium, és én azt kívánom, hogy ez az óra, amelyik ilyen lett, azaz én életünk a további pályafutásuk szerint még csillogóbb legyen és még ragyogóbb legyen. Kedves 12-es tanulói, van egy rossz élet. Mai nap során aláírtam az érettségi forgatókönyvét. Ez azt jelenti, hogy ma, amikor ünnepelünk, ma, amikor felpusztáltok azt a ruhát, amelyekben igen szépen néztek ki, és fiatalokká, hölgyekké, urakká váltatok, akkor ezen az estén arra is kell gondolnunk, hogy ebben a romában lehet, hogy később még melegetek is lesz, és lehet, hogy az a verítékcsepp, ami az ember által ilyenkor meg szokott indulni a tételhúzáskor, az ebben a ruhában fog bekövetkezni. Az eddigi tanulmányok során nevelőtestületünk tanárai felkészítettek benneteket az érettségére. Most, a hátralévő évben, a fél év zárás után, az érettségire készülés közben rajtatok a sor, mégpedig kettős ez a feladat. Az egyik az, hogy mint amikor ide jöttetek, akkor azzal fogadtunk benneteket, hogy tanuljatok itt nálunk, és tanuljatok tovább. Én most is azt mondom, hogy köszönjük, hogy itt tanultatok nálunk, és azt kívánom, hogy tanuljatok tovább. Én kívánom mindenkinek, hogy próbálja meg a felsőoktatást, próbálja meg a további gondtalan diákéveket, és minél többen természetesen tudásoknak, értékeiteknek megfelelő választással próbálkozatok főiskolai és egyetemi tanulmányokkal. Iskolánk híres arról, hogy azokkal a diákokkal is törődik, akiket nem vesznek fel, így az érettség után számotokra lehetőség van még
közép- és felsőfokú végzettség megszerzésére, és még egy kis erőgyűjtésre és további felvételi próbálásra. Kedves szülők, önökre szeretnék szólni, és ha megtetszettek nézni itt a mesti műsorban szereplő ifjú hölgyeket és urakat, akkor bizonyosan önök is észreveszik, de ha nem, mert a szülő mindig a kislányt, a kisfiút látja, akkor én nagy tisztelettel figyelmeztetném önöket. Felnőnek a gyerekek. Felnőnek úgy, hogy észesen vesszük, nagylányok, nagyfiúkká válnak, fiatalokká válnak, és hát ők lesznek azok, akik valamikor átveszik a stafétát. Ugye nagyon sokszor jöttek hozzánk, osztályfőnökökhöz, kollégákhoz, hogy bizony sok a probléma, sok a gond. Hát én megmutatom önöket, hogy ezek a gondok még fokozódni fognak, mert azzal, hogyha leérettségizik és fiatal felnőtté válik egy gyermek, akkor a problémák azok tovább fognak nőni. Még egyszer köszöntöm 12. évfolyamos tanulóinkat, és kérem, hogy a szavatkőzést kezdjük. Köszönöm szépen! Thank you.
drága szüleink, tisztelt tanárok! Még nem is olyan régen irigykedve néztem ezeket a kis szalagokat, melyeket most osztályfőnökként tűztek föl. Akkor még úgy gondoltam, hogy akik ezeket megkapták, már felnőttek. Véget ért számukra a gondokkal teli élet, ők már felnőttek. És most mi is itt állunk. De ez, hogy itt lehetünk, nem csak a mi érdekünk. A szüleink, 4 évvel ezelőtt aggódva engedtetek el minket ebbe az iskolába, azzal a titkolt szándékkal, több, vagy talán annyit fogunk itt tanulni, mint ti. Köszönjük az eddigi gondoskodást, türelmet, önfeláldozást, amit az évek során kaptunk tőletek. Lehet, hogy ezt nem is bírjuk visszaadni nektek, de megígérjük, hogy mindent megteszünk azért, hogy büszkék lehessetek ránk, és hogy álmodjuk valóra vállalat. Még egyszer köszönjük szépen mindent. Hivatalos részének a végére jöttünk. Kérem, hogy a végzős diákok saját termünkbe, illetve a kedves szülők, tanárok az ebédlőbe fáradjanak át. Az est hátra lévő részében mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk.